A főpróba nem sikerült. A legfényesebben vereségek a vízilabda Volvo kupán olaszoktól, spanyoloktól és győzelem Szlovákia ellen a végén. Benedek Tibor pólóválogatotja már a hétvégén startoló belgrádi Európa-bajnokságra fókuszál, ahol görög-orosz-török meccsek lesznek. A kézilabdázókhoz hasonlóan egyébként a délelő csoportban. Most a 1976-os olimpiai bajnok Kenész Györgyel elemzünk. A kilátásokat jó reggelt kívánok, Szerbia. Jó reggelt kívánok. E, mivel az EB előtt, hogyha már itt ez a főpróba így sikerült, vagy nem sikerült? Hát az az igazság, hogy helyén kell kezelni ezt a tornát, ugye, mert a fiúk elég régóta készülnek. Ahogy hallottuk meg, ugye elhangzott a helyszín és a hogy nem volt zavartan a felkészülés. Ugye itt elsősorban a két centerről van szó, ugye, és hát a vízilabdában center nélkül, jó center nélkül játszani nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen. Hát gyakorlatilag most az a helyzet, hogy az év a uh, sérülése miatt Meg még várakozik és kombinálni kell még más emberekkel és aztán a végén fog kiderülni, hogy hogy fog ez működni. Igen, hát uh, ugye itt mondta Tibi is elmondta, hogy a, a Tóth Marci kisegített, hogy a három centert, ráadásul a, a kis Gabi, aki hát a világ egyik legjobb centere, bár az utóbbi években nem játszott, hogy miért azt nem tudom, mert nem vagyok annyira, tehát uh, ilyen belső információm nincsenek, a szónokba játszik kiválóan. Na most evel a két centerrel, hogy ha egészségesek és ott vannak, akkor azért nagy lehetőségeink vannak. Na most úgy játszani, egy olaszok ellen, egy spanyolok ellen, akik rendkívül, ez a latinos vizetadát játszva, rendkívül gyorsak, nagyon jól reagálnak, nagyon jól fordulnak, jól védekeznek, és nincs megfelelő olyan centerünk, aki egy villanás alatt tud esetleg gólt lőni, vagy keltet szerezni, vagy azt a pozíciót megtartani, hogy nagyon nehéz. Tehát ezt láthattuk az első két meccsen, az olasz meccsen is, hogy, tehát te a végleges center hiányba láttad elsősorban. Hát elsősorban a, a, center, és ugye így, ez nagyon zavarja a többieket is. Tehát, hogy nem tudják azt a játékot játszani, amit ők egyébként tudnának játszani. Én, én nem tartom ezt a tragédiának, ezt az eredményt, hiszen annó velünk is többször előfordult, hogy tehát nem lehet minden nap, minden mérkőzésen, minden kupán úgy játszani, hogy a maximumot hozzák. A játékosok is le van terhelve a klubba, ugye a nemzetközi kupákba, illetve a válogatott rengeteg mérkőzést játszanak. Nálunk is volt olyan szituáció, hogy, hogy például volt olyan Tungsram kupa a világbajnokság előtt, és mit tudom, lettünk hetedikek vagy ötödikek, most már nem emlékszem pontosan, de a két lényeges csapatot, az usa és az, az, oroszokat megvertük akkor, ami nagyon fontos volt. Jött a és jött a VB, és tulajdonképpen megnyertük a világbajnokságot, a mai napig csak az aranyérem nincs a nyakunkban, mert ugye elvették tőlünk egy, 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 egy időn belül nem adtak meg a gerendásnak, ezt a mai napig ugye mindig elhallgatják. Ugye, de hát az tulajdonképpen akkor ott az egész sajtó, illetve a videó társadalom ezt elfogadta, hogy mi nyertük a VB-t, mégsem nyertük. Tehát ezért ebben nem kell ilyen mélységet lemenni, hogy megijedni, hogy itt mi lesz, hogy lesz. Úgy, nyilván, hogy a játékosok, amik ezen a meccsen is láthattunk, mind a három mérkőzésen, azokat a hibákat a védekezésbe, amiket elkövettek egyénileg, ezt lehetett hallani egyébként, a Tibi mindig megegyezte. Egyébként a Tibit nagyon tisztelen becsülöm, mert ezek mellett a hibák mellett nagyon ilyen könnyedén, nem könnyedén, hanem pedagógusan fölül mert én mondjuk én már úgy öltöttem volna, mint a sakár, az biztos ezeknél a hibáknál, amiket elkövettek játékosok. Mert például azt nem lehet elkövetni, hogy támadásból labdacsere után fönt kiállítsanak négy méteren játékost, mert az a legnagyobb butaság. Főleg abban a szituációban, amikor időt lehet kérni. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez, ez, ezzel egyébként is nagyon fegyelmezetten kéne ennek a válogatottnak bánni, az, hogy ne állítassák ki magukat a játékosok. Ez, 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 nem csak fegyelmezettség kérdése, hanem gyakorlatilag ilyenkor a védő rögtön megpróbálja eljátszani azt, hogy akadályozza a... Tehát itt ez, ez kell egy rutin, egy higgacság, hogy ezeken a helyzeteken, mert mi van akkor, ha eljön hatodiknak? Semmi nem történik. Tehát az emberforoknak általában az 50%-át, ha belővik a csapatok, ha van olimpiát lehet nyerni. A, az ember kihasz, nem csak a magyar, bármelyik válogatott. Uh -huh. Tehát egy 6 5 ös lefordulás egy teljes pályán, fölérnek, bármi történhet. Annó a csapó abból élt rengetegszer, hogy visszafelé úszott, kitett fejjel a hatodiknak, és amikor látta, hogy hiba lehetőség van, akkor megállt, és visszafordult belőle, és rengeteg fontos gólt. Na, a szerencséjáté jó mellett élt ebből. <coughs> hát <tos> igen, <tos> hát, úgy, itt vagyunk, ismerni kell. Attól függetlenül, hogy ő egy az egyben is bárkivel tudott játszani. Tehát ez kell egy higatság, hogy ne kövessünk el ilyen hibákat, a védekezésbe. Egyébként az olasz meccsen, ahol ugye a 5-4 volt, ha jól emlékszem, Igen. ez egy olasz csapat, a világ egyik legjobb csapata. Tehát akár meg is nyerheti a, az Európa-bajnokságot, mert ugye most az EB gyakorlatilag kvalifikál, és az olasz sincs kint. Tehát itt, itt most nagyon nagy harc lesz azért, hogy, hogy a csapatok megszerezzék azt a kvótát, amire a magyar is esélyes. Tehát természetesen ezeket a hibákat, amiket elkövettek a védekezésbe, most a támadást már mondtam, hogy a centernél nehéz, úgy nagyon nehéz játszani. Nyilván, hogyha a centerek egészségesek lesznek, könnyebb dolguk lesz. Kipihenik magukat, ugye túl vannak egy felkészülésen. Én optimistán nézem a, a, az esélyeket, hiszen a Tibi egy rendkívül felkészült jó ember, jó edző, aki bizonyította, hogy a világbajnoki címmel, illetve Magyarországon, Budapesten az EB, az ezüst, illetve a, hát a, hát mert... 2013-ban ugye VB a é. Világliga ezüst és 2014-ben EB Világliga Világkupa ezüst, ugye a é, 2015 van. volt egy hát egy a most nem sikerült, hát igen, igen, De te azt mondod, hogy, hogy egy fiatal edzőről van szó, lehet szakmai hullámvölgy. Na most azt mondom, hogy ez nem. Tehát abszolút nem az, hogy fiatal edző, nincs ilyen, hogy fiatal meg öreg. Tehát van jó edző, meg Világon kevésbé jó edző. A Tibi a kiváló edző közé tartozik minden szempontban. Tehát itt meg, se lehetne kérdőjelezni az ő helyzetét szerintem, mert örülünk neki, hogy ilyen edzőink van. Na de várj, te már úgyis szóba hoztad, még játékos társból az a bizonyos gól kapcsán. Mondok egy másik fiatal edző kollégáját, ugye Gerendást. Jó szakmai döntésnek tartod az ő beemelését ebbe a szakmai stábba? Nyilvánvaló módon, hogy itt most volt a, az edzők között is egy nagy változás, és rengeteg fiatal edző került föl a Mind a, a kluboknál, ugye a, a utánpótlásnál és a, a felnőtt csapatoknál is. Tehát ez egy természetes folyamat, hogy az öregeket kiszorítják, bár vannak ö, nem szimpatikus mozdulatok is, de ez, mondjuk ezt nem vele foglalkozunk. Tehát a, én úgy gondolom, hogy a, a, a Tibi az már régóta edzősködik, hiszen még a, a Dénes mellett már, ugye, mint edző elkezdett a csapat mellett ilyen hátsó emberként edzősködni, ami egy régi bevált dolog, hiszen ha visszaemlékszünk a régi szovjet válogatottra, hogy a, a, a Kabanov volt ilyen játékos, hogy nem értettük, hogy a fiatal Grisin, Ivanov, Svenerezze, miért van közöttük egy tíz évvel idősebb játékos, aki hát kilógott, de hát aztán végül rájöttünk, ez azért van, mert ő az a kapocs, az edző és a, a, a csapat között, amelyik ugye mind a tekintét, mint a, a szakmai tudást, a rutint képviseli. Tehát ez egy jó bevált dolog. A Tibi is így kezdett el edzősködni, és, hát, mint mondom, tehát ő bizonyított, itt nincs miről beszélni, tehát itt nem is lehet megkérdőjelezni. Aki ezt megkérdezi, meg lehet persze mindent Magyarországon, ahogy látom, mindent meg lehet, de szerintem ebben foglalkozni, inkább avval kéne törődni, hogy, hogy ez a. Tehát a Gerendás Gyuri visszakerülését, nyilván ő akarta, hogy visszakerüljön. A gyuri hát, egy, ő hívta be igen, a Hát ő, ő egy kiváló edző, tehát ő is már <coughs> rengeteg de akkor ez most így kétfejű sárkány, van az, van az egyik a csendes, meg van a tüzetokádó feje, nem? A Gyuri másképp viselkedik a válogatottban, mint a, 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 klub mérkőzéseken. Nyilván más is. A... Egy darab pad nem repült még. Hát igazából ő annak köszönheti, hogy nem lett annó kapitány, mert gyakorlatilag nem megválasztották. Ha nem csinál akkor egy balhét, akkor lehet, hogy ő lett volna a kapitány, bár ezt se tudjuk ugye utólag. Ő ilyen habitusú, ezt ugye a játékosok elfogadták, sokszor ő ebben szándékosan csinálja, hogy akár a játékosokat feldobja, akár a bírókat próbálja terrorizálni. Hát mondjuk nemzetközileg ez nem sikerül annyira. Na most azt nézzük meg, hogy mi van benne ebben a válogatottban, hogyha a vetétársakkal hasonlítjuk össze, és a realisták. Ugye van egy olyan, hogy a magyar pólónak van ez a hagyománya, arany, 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 más nem elfogadható. Meg van a realitás, egy nagy generáció kiúszik a képből, és most van egy átmeneti társulat, majd lesznek állítólag tehetséges fiatalok a horkai keze alól, meg azért most már ebben a keretben is van, ugye a Krisztián szemébe 18 Szíves játékos. Szóval, mit kell és mit nem szabad elvárni ettől a csapattól? Hát az a helyzet, hogy hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, mert nincs meg maga az olimpikai kvalifikáció. Ugye a lányok is azért küzdenek, a fiúk is. Ha ez most véletlenül nem sikerülne, hát nagyon remélem, hogy nem így lesz, akkor a, a magyar sportnak ez egy tragédia. Tehát a kézilabda után, hogy nem lesz csapatsport kint, az, az tragédia lenne. Tehát ezt, Bele se ha, gondoljunk. Ha, meg igen, meg. tehát itt a, játékosoknak kell fejbe ezt lerendezni, hogy tudni, hogy most ők olyan csatában mennek, hogy itt, itt, csak a nyereséget lehet elfogadni. Most persze van még egy olimpiai selejtező, csak mindent a végére hagyni, és főleg Szerbiában ugye egy, egy olyan szerb csapat, amely kiemelkedik az EB-n, tehát itt most nem arról van szó, hogy meg kell nyerni az EB-t. Ez körülbelül van hasonló a helyzet, mint a a, az olimpia után, amikor 84-ben nem mentünk az olimpiára, ugye, és a következő évben volt az Európa Bajnokság Szófiába, és ott mondták, hogy meg kell nyerni az EB-t, mert gyakorlatilag a szovjet csapat is visszatért, és ha nem nyerjük meg, akkor nem tudunk a vb re kvalifikálni. Ugyanis, a, mivel ugye nem indultuk az olimpián, így elvesztettük az automatikus hely, helyünket. Na most itt ha a szerb mondjuk megnyer, és mi a másodikok vagyunk, akkor az már kvótát ér szerintem, de nem vagyok benne biztos, mert a fiúk tudják ezt pontosan, hogy, hogy, hogy melyik, kik azok a csapatok, akik már kvalifikáltak magukat, és milyen variációk jönnek. Ez például a Gerendás ezt fejből tudja, tehát ő ezeket abszolút, hogy mit, hogy kell csinálni. Tehát ki lehet jutni az ebén itt is, meg kéne próbálni, ha nem sikerül, akkor marad a, a, a kvalifikáció, de hát akkor tényleg már, akkor már nem lehet hova hátralépni. Tehát most még a faltól van egy lépés aztán utána nincs tovább, tehát ott, ott a játékosnak tudni kell, hogy ez itt most arról szól, hogy vagy mennek az olimpiára, vagy nem. És ez meghatározó az életüket ö, ö, tekintve is. Mondjuk egy jelzőt, milyen csapatot szeretnél látni Belgrádban? Már az a magyar csapatot? Igen. Hát egy érmes csapatot szeretnék. Érmes. Egy érmeset szeretnék. Játékban lán... milyen csapatot, hogyha jelzőt keresnél? Ö ha láttuk a szlovák meccset, ott ugye láttunk olyan jeleket, ami. ami Ahogy mondta a kapitány, és ami már, ami már kezdett összeállni. Nyilván, hogy mindek annyit játszik, amennyit engednek. Most egy olasz-spanyol, hát most a spanyolok mennyire kaptak az olaszoktól? Valami 10-4-re, vagy nem Igen. is tudom. Tehát ők is, most őt is meg lehet, hogy, hogy hogy, hogy, kikaptak. Hát kikaphatnak, mert ugye nem, primátusban nem az van, nem az eredmény van, hanem a játék. Talán elmondták a a meccsek előtt is a szakvezetők, például az olasz edző elmondta, hogy a, a Szávó, a, illetve a, a, az olasz kapitány, hogy, hogy őt elsősorban játékot nézi, nem azt nézi a kampánya, hogy nem azt nézi, hogy mi, mi az eredmény, hanem ő a játékra kíváncsi. Na most ehhez képest ugye, egy, egy brutális eredmény lett a spanyolok ellen, kiütötték őket, minket meg épp, hogy meg tudtak verni. Mondjuk. No, hát maradjunk abba, hogy kiegyezünk egy szermagyar döntővel. Ó, de jó lenne. hát Persze, jól jól lenne. Hát de az Legye a helyzet, így? hogy azt hiszem megvan már a sorsolás, hogy hogy kerülhetünk össze, és az nem biztos, hogy a döntőbe fogunk összekerülni, igen, igen az hanem van, már korábban belőttünk. össze fogunk kerülni, vagy az egyik, vagy a másik esélyese. Hát itt mindenki esélyes az indulásnál, egy 7-8 csapatot lehet említeni. Épp most a németek nyertek egy tornát, láttam, hogy Montenegrót megverték. Ugye Horvátországban a hármas körben is lettek. Most már a németekkel is kell számolni. Az oroszok is újra jönnek föl. Tehát ott is megindult egy folyamat, egy fiataloknak a beépítése. Hát ugye az orosz vizet nem kell beszélnem, a világ egyik legjobbja volt az utóbbi, 10 tudom én, tíz éve, innen nem, de előtte nagyon sokáig. Úgyhogy egy montenegró, egy spanyol, egy olasz, Görögök, egy görög. Ú. Tehát most pont a görögökkel ja, fogunk kezdeni rögtön, ami nem jó, illetve lehet, hogy jó. Tehát ez most, ez mindig csak utólag derül ki, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Végére értünk. Hát minden esetre reménykedjünk ebben az éremben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.